A sátoraljóújhelyi magyar szlovák határátkelőnél ellenőrzi a kimenő kamionforgalmat folyamatosan a rendőrség, de szúrópróbaszerűen teszik ezt, ugyanis az utóbbi időben megszaporodtak az illegális bevándorló észlelések környékünkön is. Az ellenőrzés egyelőre csak a kifelé tartó forgalmat érinti. A sátorai rendőrkapitányság, mint Schengeni belső határ, az illegális migráció okozta válsághelyzet kapcsán több helyen és különböző időszakokban ellenőrzéseket tart, melynek célja az, hogy kiszűrjük azokat a kamionokat, kis terrautókat, ponyvás járműveket, amelyek esetleg migránsok bújhatnak meg. Az ellenőrzés folyamatos, jelen pillanatban egyre fokozatosabban és egyre több helyen, több időben próbálunk meg ellenőrizni váratlan időpontokban, hogy kiszűrjük ezeket a személyeket. Eddig a határnál még kamionban nem találtak migránst, de a szlovák hatóságok már igen. Gyalogosan viszont már Sátoraljóújhely területén is fogtak el illegális határátlépőt az elmúlt időszakban. Állampolgári bejelentés érkezett, hogy idegen illetéktelen személyek mászkálnak a gátoldalon. Ekkor kimentek a rendőrén, készlelték, hogy valószínűleg nem magyar állampolgárok azok, hisz a felszólításra nem válaszoltak, majd utána menekülésnek eredtek. Ez három személyről volt szó, abból egy személyt sikerült bekeríteni és elfogni, a másik két személyt pedig a szlovák társhatóságok fogták el. Migránsok minden eszköznek ragadnak annak érdekében, hogy valahogy feljussanak a kamionokra, kivágják a ponyvákat, felkapaszkodnak rá egy pihenőbe, belopóznak a kamion két közbenső üres területére, ahol esetleg végigutaznak több száz kilométert ebben a hidegben is, és ezért is nagyon fontos, hogy amikor a rendőrök megállítják a kamionokat, körbejárják, végignézzék, hogy a kamionok oldalai le vannak-e zárva, zártak-e, illetőleg a különböző más zárószerkezetek is épek-e és értetlenek-e. Az ellenőrzések vélelmezhetően addig tartanak majd, míg a déli határon a nyomás nagy marad. Az ellenőrzésekhez a rendőrség újfajta eszközöket is beszerzett a gyorsvizsgálat érdekében, új szénmonoxid mérőberendezéseket és egy ipari endoszkópot is, melyekkel a zárt térben megbúvó illetéktelen személyeket lehet könnyen felderíteni.